Sziasztok! Az atyák bős tanításaiban azt olvasunk, ki a hős, aki, aki tud elnyomni a saját rossz ösztönét. Erő az nem feltétlenül fizikai erőt jelent. Erő az, amikor az ember lelki erőt tud használni ebben az esetben arra, hogy elnyomjon a rossz ösztönét. De hasonló uh, tanítást olvasunk a heti szakaszban. Uh, Mózes az örökövelről beszél. Kián sem előkéhem, hú ha Van egy hosszú leírás az Isten nagyságáról. Mert az te Istenetek a legfelsőbb hatalom és úr az, az úrak között. Az úrak fölött. A nagy, hatalmas és félelmetes Isten, aki nem tekint szemére és nem fogad el kedvezést. Szóval egy nagyon nagy Isten. Most erre mit vár el az ember, mi lesz a következő mondatban? Aki tud elpusztítani a félvilágot, aki tud építeni nagy hegyeket, hogy van a folytatása? A szemispátya Tom Walmana. Ő igazságot szerez az árvának és özvegynek, és szereti a jövővényt, adva neki kenyeret és ruhát. Szóval az a nagy Isten, aki minden ható, mindenek fölött és minden, mi az ő nagysága, hogy ő ellátja az árvát és az özvegyet és a szegét. Szóval innen, innen tanulni kell, hogy az embernek a nagysága az, amikor le tud hajolni és kedvesen beszélni, akivel kell és segíteni. És segíteni neki. Nem abban van az embernek a nagysága, ha képes lennézni valakit, ha képes valakit elnyomni, hanem kedvesen beszélni, segíteni kell, és akkor vagyunk mi, mi is nagyok. Köszönöm szépen!